Míg 2020-ban összesen 8 ember vesztette életét a vizekben, addig 2021 első fél évében már több mint 10. A jó idő megérkeztével Magyarországon is kezdetét vette a strandszezon, és sajnálatos módon már két kamasz fiú fulladt a Balatonba a napokba. Hogy lehetőség szerint a józanész és a szabályok betartása mellett úszkáljanak, fürdőzzenek, csónakázzanak, száppozzanak, és mondhatnék még ezer ilyen dolgot, de megemlíthetném csak akár simán a horgászokat, hiszen azért az elmúlt durván 22-23 év alatt azért nem egy esetben volt, hogy sajnos horgász szenvedett balesetet. A szakértő szerint sokan rosszul mérik fel képességeiket, amikor vízbe mennek, és nincsenek tudatában a valós távolságokkal. Ami szemre közelnek tűnik, az a vízben távolabban, mint gondolnánk. Elfáradnak, kifulladnak, begörcsölnek, megijednek, félrenyelnek, és a többi, és a többi, és azután egy láncreakciót indít el, aminek sok esetben tragédia a vége. Ezekről próbálnánk őket lebeszélni, tehát hogy mindenki, ha lehet, a képességeinek megfelelően vegyen részt az ilyen fürdőzésekben és az ilyen hasonló dolgokban. A nyári időszakban naponta körülbelül 300 ezer ember mártozik meg a Balatonban, a 138 hatóságilag kijelölt fürdőhelyen. A nagy sodrású folyók viszont még nagyobb veszélyt rejtenek, mint az állóvizek. Ezeknél általában a nem áttetsző víztükör és a valós medermélység is problémát okoz. Vízi járművekre szállva mentő mellény használata ajánlott, mert a tragédia bármikor megtörténhet.